dicsőségig a szívünk. Vagy te mi Istenünk, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most is, mindenkor és örökkön, örökké. Békesség mindnyájatoknak, bölcsesség, figyelmezzünk! Legyen rajtunk, Uram, a Te irgalmad, ami mind benned bízunk, amint benned bízunk. Bölcsesség! Figyelmezzünk! Abban az időben Péter mindenféle felé körüljárt, és így eljutott a liddai híverhez is. Itt egy Éneász nevű béna emberre talált, aki már 8 éve ágyban megkülbeteg volt. Éneász szólította meg Péter, Urunk Jézus Krisztus meggyógyít téged. Kelj föl, és vedd be ágyadat, az föl is kelt erre azonnal, Lidda és Szálladban
mennyi lakója megtekintette őt, és megtért az Úrhoz. Jobbéban élt akkor egy Tabita nevű asszony, a neve annyit jelent, mint gazella. Ez egészen a jó cselekedeteknek és az araminálkodásnak szentelte magát. Éppen azokban a napokban megbetegedett és meghalt. Lemosták tehát és kiterítették az emeleti teremben, minthogy pedig Jobbé közel van Lindához, és a tanítványok meghallották, hogy Péter ott tartózkodik. Két ember ültek hozzá ezzel a kéréssel. Ne sajnáld a fáradtságot, és jöjj el hozzánk! Péter erre velük együtt útnak indult, amint megérkezett, fölvezették a felső szobába. Az özvegyek mind körülállták, és sírva mutogatták neki azokat a köntösöket és ruhákat, amelyeket Tabita még életében készített számukra. Péter mindenkit kiküldött, azután térdre borulva imádkozott, majd a halott felé fordulva így kiáltott: Tabita, kelj föl! Erre az fölnyitott a szemét, s mikor meglátta Péter fölült, ő oda nyújtott a kezét és fölsegítette. Azután behívta a híveket, meg az özvegyeket, és átadta nekik az életre keltettet. Az események egész Jobbéban híre terjedt, és sokan megtértek az Úrhoz. Békességet, bölcsesség, figyelmezünk! Bölcsesség, igaz hívünk, hallgassuk a Szent Evangéliumot, békesség mindnyájatoknak! Szent János evangéliumának olvasása. Figyelmezzünk! Abban az időben Jézus fölment Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jukkapunál volt egy fürdő, amelynek héberű Betesda a neve. Öt oszlopcsarnoka volt. Nagyon sok beteg feküdt bennünk, vakok, sánták, bénák, akik várták, hogy a víz megmozduljon. Az Úr angyala ugyanis leszállt időnként a tóra, és felkavarta a vizet. Aki először lépett a víz felkavarodás után, meggyógyult, bármilyen betegségben szenvedett is. Volt pedig ott egy ember, aki már 38 esztendeje szenvedett. Amikor Jézus meglátta, mint ott feküdt, tudva azt is, hogy már régóta beteg, megkérdezte tőle: akarsz-e meggyógyulni? Uram, válaszolta a beteg, nincs emberem, aki bevinne a tóba, amikor felkavarodik a víz, így mire odaérek már, más lébe előttem. Erre Jézus azt mondta neki: kelj föl, fogd ágyadat és járj! Az ember azon nyomban meggyógyult, fölvette ágyát és járni kezdett. Aznap éppen szombat volt, ezért a zsidók rászóltak a meggyógyított emberre: szombat van, nem szabad vinned ágyadon. Így felelt nekik: aki meggyógyított, azt mondta nekem, fogd ágyadat és járni. Erre megkérdezték tőle: ki az az ember, aki azt mondta neked, fogd ágyadat és járni? A meggyógyított ember azonban nem tudta, hogy ki volt, mert Jézus az odasereglett népsosakság miatt elment onnét. Később Jézus találkozott vele a templomban, és azt mondta neki: nézd, meggyógyultál, többé nem étkezzél, nehogy még nagyobb baj érjen. Erre az ember elment, és elmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította őt. Föltámad Krisztus! Krisztusban, kedves testvérek! A mai evangélium az inaszakadt
beteg ember példázatát állítja elénk, ahol is hallottuk ugye az evangéliumban, hogy 38 éve beteg ez az ember, és nincs ember, aki segítsen ő rajta. Ott van a fürdő mellett, és aki egy emberre vár, aki bevigye a medencébe, bevigye a fürdőbe, hogy meg tudjon gyógyulni. Vár egy emberre. Kedves testvérek, mi is várunk egy emberre, hiszen mi is sokszor érezzük magunkat betegnek, akár lelki betegnek, akár fizikailag betegnek, és várunk egy emberre, hogy minket is valaki fogjon és belevigyen ebbe a fürdőbe, hogy meg tudjak gyógyulni. De hogyan lehetséges az, hogy én meg tudjak gyógyulni, vagy hogyan lehetséges az, hogy valóban eljöjjön ez az ember, és valóban fölemeljen engem is, és bevigyen ebbe a fürdőbe. Mit kell nekem ahhoz tennem, hogy én ezt elérjem? Három dolog, kedves testvérek. Az első az, hogy tudjak hinni. A hit, amely az ember életében a legalapvetőbb dolog kell, hogy legyen, hiszen, hogyha az ember nem is hisz az Istenben, de legalább nagyon fontos az, hogy önmagában is higgyen. És hogyha hisz önmagában, akkor már el tud indulni egy úton, de nyilván nekünk keresztény embereknek nem elég az, hogy csak önmagunkban higgyünk, vagy a másik embernek higgyek, hanem a legfontosabb dolog az, hogy az Istenben is tudjak hinni, hogy valóban ő képes engem is fölemelni az én beteg ágyamból, és képes engem meggyógyítani. A másik tényező, kedves testvérek, ez maga az imádság. Hiszen a hit és az imádság az egybefonódik. Hogyan tudok úgy imádkozni, úgy kérni a Jóistennek a segítségét, hogyha nem hiszek? A kettő összefonódik, és nagyon fontos az, hogy az ember életében valóban ott legyen a mindennapi imádság. Nem elég az, hogy csak odaállok az Isten színe elé, és azt mondom neki, hogy ó, Uram, segíts most rajtam. Hanem hinnem kell abban, hogy igenis én, hogyha kérek valamit a Jóistentől, az valóban meg fogja nekem adni egy idő után. Lehet, hogy nem rögtön, hanem egy idő után, ahogyan ez az inaszakadt ember is 38 évet vált arra, hogy valaki meggyógyítsa őt. A harmadik dolog, kedves testvérek, ez pedig a türelem. Ha megnézzük a saját életünket, ha belenézzünk a mi életünkben, akkor sokszor azt veszük észre, hogy milyen türelmetlen vagyok. Önmagammal szemben, gyermekeimmel szemben, családommal szemben, és hogyha szólnak esetleg nekem valamit, akkor egyből háborgok, hogyha nem tetszik az nekem, hogyha nem értek egyet vele. A türelem, amelyet gyakorolni kell minden egyes embernek. És a türelem a legjobban megmutatkozik a mai evangéliumban is, kedves testvérek, az inaszakadt ember részéről, aki türelmesen ott ült a medence szélénél, és várta az, hogy valaki segítse őt. Várta arra, hogy valóban gyógyulást szerezzen. És ez a három dolog, kedves testvérek, nagyon fontos, hogy egy keresztény ember valóban ezt gyakorolja. Az, hogy gyakoroljam a saját hitemet, gyakoroljam mindennapi imádságomat, az ima életemet, és gyakoroljam a türelemnek a szerényét. És úgy gondolom, hogy egy keresztény ember ezt a három tényezőt, ezt a három tulajdonságot meg tudja tartani és gyakorolni tudja, akkor el tudja érni az ő életének a célját. El tudja érni az életének a célját, mégpedig az életünknek a célja az, hogy találkozzak én is az Istennel. Találkozzak azzal az emberrel, aki föl tud engem emelni a beteg ágyamból, és meg tud engem gyógyítani. Szükségünk van egy emberre, kedves testvérek, szükségünk van egy orvosra, aki bennünket meg tud gyógyítani. Nyilván mindenki volt már valamilyen betegségben. Tudja az, hogy milyen egy beteg embernek lenni.
akár egy fekvő betegembernek, akár csak egy nátha, mennyi pénzt el tudunk költeni akár gyógyszerekre, különböző kezelésekre, és a végén rájunk arra, kedves testvérek, az, hogy sokszor nem a pénz oldja meg, vagy nem a pénz tud engem meggyógyítani, hanem maga a Jóisten. Sokszor a végén döbbenünk rá arra, hogy valóban keresztény emberként nem csak a pénzhez tudok fordulni, nem csak az orvosokhoz tudok fordulni, nem csak a legjobb barátomhoz tudok fordulni, aki tud rajtam segíteni, hanem a Jóistenhez is tudok fordulni. És erre kell nekünk összpontosítanunk, kedves testvérek, az, hogy nyilván felkeresünk minden lehetőséget arra, hogy esetleg gyógyulást szerezzek, de nagyon fontos az, hogy az Istentől kérjem a legelső segítséget. Az Istentől kérjem a gyógyulást, és aztán kezdjem el a saját kis utaimat követni, vagy pedig a saját utaimon menni és fölkeresni esetleg azokat az embereket, akik tudnak nekem segíteni. Nemrégen láttam egy dokumentumfilmet, ahol egy interjút készítettek egy nagyon idős emberkével, aki már 110 éves, és azt kérdezték tőle, hogy kedves bácsika, hogyan lehetséges az, hogy ön még úgymond ilyen frissen és üdén ül ezen a széken, és éli a mindennapjait. Az volt az idős bácsikának a válasza, hogy imádkozom nap mint nap a Jóistenhez, és kérem az ő segítségét. Kedves testvérek, nincs más feladatunk nekünk, keresztény embereknek, mint hogy leülni nekünk is, és kérni a Jóistennek a segítségét, nap mint nap imádkozni hozzá, hogy valóban vegyen föl engem is, és gyógyítson meg engem. Kedves testvérek, színaszakadt vasárnapja erre buzdít bennünket, hogy minél jobban tudjam gyakorolni a saját hitemet, minél jobban tudjam gyakorolni a napi imádságomat, az ima életemet, tudjam gyakorolni a türelemnek az erényét, az, hogy türelmes legyek önmagamhoz szemben, az emberekkel szemben is legyek türelmes, és nyilván az Istenhez is türelmes legyek. És hogyha ezt a hármat tudom gyakorolni, és el tudom sajátítani az én életemben, akkor valóban én is elérem az én célomat, mégpedig az, hogy engem is az Isten fölemel, és azt mondja nekem, hogy kelj föl, vedd ágyadat, és menj haza. Nekünk is ezt kell tennünk, kérni a Jóistennek a segítségét, nap mint nap imádkozni hozzá, hogy mi is meggyógyuljunk a lelki és a testi betegségeinkből. Amen. Mondjuk mindjárt teljes legünk, mi is teljesen minkről mondjuk. Mindenható úrunk, atyáinknak, Istenek, kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj. Könyörülj rajtunk, Isten, az a nagy érvalmasságot szerint. Kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj. Az Isten elég, és ő lenne, nyis bűkegyelmeket váró népét, a mi Úr nevünkért, és minden igaz hitű keresztényét. Mert irgalmas és ember szerető Isten vagy, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké.
dicsőséges főpásztorunk, Ferenc pápárunk, Isten szerető Milán és Jézus püspökeinkről, egész egyházi rendről, ezen szent hajlék, örök és boldog alapítóiról és úrtevőiről, és minnyájatokról igaz hitű keresztények, emlékezzék meg az Úr Isten az országában, mindig most és mindenkor, és örökön örökké.
nekünk jártván, hangoztatván és mondván. Amen.
mindnyájatukat.
Isten félelemmel, hittelé szeretettel közeledjetek, föltámad Krisztus! Föltámad Krisztus! Köszönöm szépen!
Értő adjunk hálát az Úrnak. Megszenteled a benne bízók, a bűvözés néveled, és áld meg örökségedet. Egyházat teljeségét ülisz meg. Szenteld meg azokat, kik házad égesség, szeretik te viszont dicső, és meg őket is jön erőde, és hagyjál, mint így benne bízunk. Ajándékozz békességet a te világunknak, egyházainak, papjainak, hazánknak és minden népednek. Vedd minden jó adomány, és minden tökéletes ajándék felülről van. Leszállván tőled a világosság, Atyától, és véged is ütünk, imádunk, s neked állát adunk, Atya és Fiú és Szentlélek, most is mindenkor és örökkön örökké. Életni szeretném, hogy szombaton délután 5 órakor lecsenyét fogunk végezni, és vasárnap pedig a szokott időben 4-10-kor lesz az útrendje, és 10 órakor lesz majd az ünnepi szent liturgia. Az Úr áldása reáltuk az ő kegyelmével és ember szeretetével mindig most is mindenkor, és örökkön örökké. Dicsőség néged Krisztus és velünk a mi reménységünk, dicsőség néged föltámad Krisztus. A Szent Bicső és Mülenek föl a dicséretes apostoloknak, a Rajszai Szent János Kostani Lápol főpüspöknek, és minden szenteinek esedezése által könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint gyorságos és ember szerető. Hagy Urunk egyházad ékességi szerető híveinek, adományozóiknak erőt, egészséget, békességet és áldást. Számos boldog éven át föltámad Krisztus. Föltámad Krisztus.